Duna-Szentgyörgyön 1827 óta van általános iskola, többször volt több helyen, a falu több részén, ugye létszámtól függően, most egy helyen vagyunk, egy épületünk van a Várdomb utcában, ahol az alsó-felső tagozatosok együtt tanulnak. 8 évfolyamon 8 osztállyal működünk, 4 alsós osztályunk és 4 felső tagozatos osztályunk van. Jelen pillanatban 167 gyerekkel vagyunk a tanulás folyamatában. Nagyon jó gyerekeink vannak, röviden tömören csak ennyit szeretnék mondani, hogy én nagyon büszke vagyok a gyerekekre, nagyon büszke vagyok a kollégáimra, annak ellenére, hogy nincs könnyű dolgunk. A 167 gyerek mellé 12 állandó pedagógusunk van, 5 óraadónk és 2 nyugdíjas segíti a mindennapjainkat. Egy kis településnek előnye a közösségépítés. A mai világban meg azt gondolom, hogy közösség nélkül nehéz életben maradni, nehéz fennmaradni, eleve az ember társas lény. Tehát szüksége van barátokra, szüksége van rokonokra, akik a közelben támogatják, segítik a munkáját. Ez az egyik legfőbb előnyünk. A másik előnyünk, hogy jól képzett pedagógusaink vannak, megállják a helyüket a tanulóink bárhova az országba, bármilyen irányba, ha mennek. Sőt, vannak olyan középiskolák, akik nagyon örülnek, hogyha a Duna-Szentgyörgyi gyerek megy az iskolába. Azt gondolom, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy felkészítsük őket a következő életszakaszra, illetve az életre. Jól felszerelt tantermeink vannak, tulajdonképpen mindenünk megvan. Tehát nekünk a legfőbb, tehát egy kisiskolánál mindig a közösség az, a biztonság, ugye biztonságos környezetben vagyunk, sok a zöld, sok a szabad terület, közel van a játszótér, tehát a gyerekek igényeit ki tudjuk szolgálni, illetve az életkori sajátosságaiknak megfelelően sokat vannak szabad levegőn. Kerékpárral járnak iskolába, tehát a környezetvédelem, a környezettudatosságra nevelés, tehát mindenünk irányból próbáljuk alátámasztani és csalogatni a gyerekeinket, hogy azért nagyon jó helyen vannak. Nem kell buszozni, és azért felnőttek között is van, de gyerekek között is van, ami a legfontosabb dolog, hogy legyen társa mindig valakinek. Tehát miért is bennünket válasszanak? Miért jöjjenek Duna-Szentgyörgyi iskolába a gyerekek? Azért, mert biztonságban vannak, jó pedagógusok kezei közé kerülnek, a továbbtanulás garantálva, biztosítva van, általában első helyre mindig felveszik a szentgyörgyi gyerekeket, és minden olyannal fel tudjuk készíteni őket az életre, amire szükségük lesz. És nagyon szeretjük őket.